Az alapszakasz utolsó fordulójában az utolsó helyen álló Kislenke Kosársuli otthonában léptek pályára a nyíregyháziak, így egyértelműen a vendégek voltak a mérkőzés esélyesei. A találkozón érvényesült is a papírforma, már az első negyedben 16 pontos előnyt szerzett az NKS, amelyet a második 10 percben újabb 6 ponttal toldott meg Farkasinszky Gyuláni együttese. Az edzőnő a folytatásban a máskor kevesebb lehetőséghez jutó fiatalokat is pályára küldte, de ez az eredményen nem látszott meg. A harmadik negyedet plusz 7-tel, a negyediket mínusz 6-tal zárták a vendégek, akik végül 23 pontos sikerrel távoztak a fővárosból. A Kislenke ugye azért a bajnok, tehát a bajnokságnak az egyik talán leggyengébb játékelőt képviselő csapata. Ugye ez alapvetően nem is olyan nagy gond és probléma, hogy utánpótláskorú játékosok alkotják zövében ezt a csapatot, tehát főleg juniorok, meg egy pár idősebb, aki kiöregedett már a juniorkorból. Tehát nekünk elméletileg ugye nem ez a mérkőzés volt az, ami mérvadónak kellett, hogy lennie. Ez tökéletesen jó volt arra, hogy azokat a dolgokat, amit eddig gyakoroltunk, azok megpróbálják megcsinálni, és hogy kaptak olyan játékosok is több játékidőt, akik eddig kevesebbet játszottak, értem ez alatt a két serdülőkorú játékosunkat, akik azért több mint 10 percet tudtak így a pályán eltölteni, és megmondom őszintén, hogy kellemes csalódást okoztak, hogy ebben a közegben is meg tudták állni a helyüket. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest végzett 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 14 győzelme mellett 4 vereséget szenvedő nyíregyházi Kosársulit. A legjobb 4 közé jutásért az a Tatabánya lesz az NKS ellenfele, amely a nyugati csoport utolsó fordulójában a Tatától elszenvedett meglepetés vereségét követően csúszott le a harmadik helyre. Az, hogy a mi számunkra ez most mennyire jó, vagy mennyire nem jó, ezt majd a következő mérkőzések eldöntik. Olyan szempontból talán, hogy nem az a nagyon, nagyon futós, nagyon pörgős társaság, talán abban a szempontból jobb. Viszont ha azt nézzük, hogy ezek már mind átmegjárt játékosok, és ugye rutinnal felvértezve jönnek ide, és ugye olyan a technikai és a taktikai repertoárjuk, amit mi nem biztos, hogy a fiatalokkal meg fogunk tudni oldani, így nem tudom, tehát egy ilyen kettősség van bennem minden szempontból, meglátjuk. A negyeddöntő 2 nyert meccsig tart, az első mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik Nyíregyházán, a Szent Imre gimnázium csarnokában.